Sziasztok, üdvözlök minden kedves nézőt! A mai napon a szabadság 50 árnyalatáról fogok beszélni nektek. A Youtube-on is ugye általánosságban a köznyelvben is divat lett, hogy úgy kezeljük a 50 árnyalat filmeket, mint szaviestet, hogy egy nagy szar, egy fos, és rögtön a nézettség, a milliók, meg a rengeteg feliratkozó, jó megmondtad, király vagy. Egyedül biztos nem mentem volna el a filmre, viszont kedves barátnőm rábeszélt, hogy ez milyen jó Valentin napi program lesz, de mivel sikerült lebetegednem, itt csak tegnap jutottunk erre. Nyilvánvalóan a moziterem teli volt lányokkal és párokkal, de hát nyilván főként ez a célcsoportja az egész filmnek és az egész trilógiának, meg magának a könyveknek is. A film az igazat megvalva egyáltalán nem rossz. Nyilván nem én vagyok a célközönsége, viszont láttam ennél sokkal-sokkal rosszabb filmeket is mostanában a moziban, és én egy nagyon pozitívat csalódtam ebben a részben is, és már a második részben is. Igazából, amit a második résznél már elkezdtek fejlődést, azt nagyobb részt itt is megtartották, és itt is ezeket a pozitívumokat magukkal hozták. Ilyen például az, hogy a szexteleteket nem abból állnak, hogy egy szadista megveri a barátnőit, hanem egy élvezetes, mind a két fél számára szórakoztató aktussá válik az egész, és egészen más hangulata van így az egésznek. Anastasia nem annyira rohatú nyomorék, de az, hogy személyisége lenni, tehát, azt, tehát ezt mondani még talán picit erős lenne, viszont nem annyira kibírhatatlan úgy általánosságban. A filmben történnek dolgok, tehát úgy nem csak repülnek, meg szponzorációs kocsival mennek, hanem néha úgy történnek dolgok, cselekmény. Hát azért annyira sok nem, de történik valami legalább. Ami továbbra is a film legnagyobb pozitívum, az egyrészt a gyönyörűen felvett jelenetek, másrésztről pedig a zenék, amit legutóbb számomra a Suicide Squadnál voltak ennyire tökéletesen jelenethez illeszkedvek, mint ebben a filmben, és ezt sikerült ismételten nagyon-nagyon jól eltalálni minden egyes zenét, a megszólal a film során. Viszont vannak problémák bőven, ami nekem számomra az egyik legnagyobb probléma, az az indokolatlan szexenedek voltak. Ezek az a legnagyobb probléma, hogy bár tudom, hogy ez az alapja az egész trilógiának, és nyilván ezért nézik nagyon sokan, ezért lett ennyire népszerű ez egész, hogy nagyon-nagyon sokszor egyszerűen így teljesen félbecsapja az érzelmi súlyát bizonyos részeknek. Van például egy nagyon-nagyon komoly drámai rész a film közepén, amikor Christian nagyon izgul, mert meg akarták ölni Anastasia-t, és nagyon-nagyon ideges, és így rannom együk le a fagyit egymásról. Szexin. És így, tehát nagyon-nagyon sokszor van az, hogy amit sikerült elérniük ő, érzelmeket, teljesen szétcsapják, és az egész elveszíti a súlyát, úgymond, amikor így egy random szexi jelenettel az egészet megváltoztatják. Innentől kezdve elvétel a spoilerek lesznek, szóval aki még szeretné megnézni a filmet, az ne nézze tovább. Ezen kívül még probléma a teljesen random elvart szálak, amik egyszerűen ö, néhol jól működnek, néha nem annyira. Tehát például megjelenik egy ilyen szexi mérnökcsaj, akinek annyi igazából a szerepe, hogy rányomul Christianra és Christian testújára is, és ő a befinyít, és így neki ennyi volt az egészben a szerepe. És ezt be lehetett rakni a trélerbe, tehát gondolom ennyi volt a célja az egész, mert nagyon más úgy nem történik velük, és nincs is semmi haszna. De vannak még ezen kívül olyan játékok amik egyszerűen olyan hülyén lettek elvarva. Például a fején a filmnek még jobban az elején az a téma, hogy az egyik barátnél Anastasia fél attól, hogy megcsalja őt a párja. És így ez egész sokáig megy ez a téma, és egész sokáig így beszélgetnek erre, még későbbiekben is, fél, és így 10 percek később a, ez a csaj összeállt a barátjával, és így, így jó, de most akkor megcsalt vagy nem vagy, tehát egyszerűen annyira nem árultak erről a semmit, néha olyan érzés volt, de nagyon sok ilyen dolog volt, mint hogy az író így a film elején még kigondolt volna pár dolgot, hogy jó, ez meg ez meg ez fog történni, csak egyszer csak véget ért a film, és akkor úgy volt, hogy jó, akkor gyorsan zárjuk le egy fél perces jelenettel, és akkor kész. A leges legnagyobb probléma szerintem a filmmel viszont a szörnyen inkompetens főgonosz volt, mert nem várok el nyilván egy ilyen DC szintű, mélyen kidolgozott főgonosz karakter, viszont nem most nyilván már spoileres rész vagyunk, szóval elárulom. Tehát a másik részben a az a fő szerkesztő, akit kitúrta kitúrt a helyéről Anastasia, az a főgonosz és anastasia haragszik, mert kitúrta a munkahelyéről, christian pedig haragszik azért, mert ugyanannál a nevelő családnál voltak, és Christian-t örökbe fogadták, őt pedig nem, és ő ezért, ezért így behűl, mint az állat, és ő kigondolja, hogy figyeljétek, ez a terv, tehát ez a főgonosz Ő elmegy anastasia és elmegy egy kenyérvágó késsel, és jól meg fogja ijeszteni anastasia és ez a terv, tehát ez, hogy ő odamegy egy konyha késsel, hiába tudja azt, hogy kurva sok testőr van, ö, odamegy, így szorongatja kicsit a nyakát a kenyérvel, és aztán meg leüti egy testőr. Ő a főgonosz. Jó, következő jelenetnél, amikor ö, ő, ő van a színen, elbeszél ezt t hogy hozzon neki rohadt sok pénzt, és oda odamegy, ad neki két pofont, cserébe térdel lövik és így ennyi volt, tehát ennyi volt a szerepe, ennyi volt a nagy terv, és te előleg valami nagy zseni, meg ő egy több diplomás ember, és, és ez volt a nagy terv, hogy, hogy ide hívja, és így, így jó, kétszer megpofozza, és akkor el van intézve. Tehát néhol nagyon-nagyon gyengén muzsikált ez a főgonosz, akit amennyire ijesztőnek akartak beállítani, annyira nevetséges volt úgy igazából. Minden esetre összességében szerintem egy egész jó film volt, nyilván Randi filmnak ajánlom, és lányoknak, mert nyilván ők a célközönsége. Megfelelően lezárta szerintem ezt a trilógiát, és uh, szerintem ahhoz képest, hogy mennyire borzalmasan indult ez az egész uh, az egész uh, három rész, az utolsó részre egész jól lett, és megfelelően lezárták az egészet. Nekem ez a véleményem erről a filmről. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Írjátok le, kommentbe a véleményeteket, hogy nektek hogy tetszett, mi a véleményetek óla, ha a korábbi részeket láttatok, csak arról, mi a véleményetek. Én Haspi voltam, sziasztok!